kormány állításával szemben, miszerint a jogosítvány megszerzéséhez szükséges költségek jelentős részét átvállalja, valójában egy átlagos fiatalnak és családjának teljes kiadása meghaladhatja az akár 500 000 forintot is. Ma Magyarországon a jogosítvány megszerzése már majdhogy nem luxus, hiszen az árak csak emelkedtek, a fizetések pedig elinflálódtak. Magyarországon az elmúlt 5 évben csak nem a duplájára növekedtek a személygépjármű tanfolyamok árai. Ez a tendencia idén sem változik, hiszen míg tavaly a katatörvény vágott oda a szektornak, idén a rekordmagas inflációval kell megküzdeniük, melyet természetesen a tanulók költségeire hárítanak. Szeretném kiemelni, hogy ez a nagycsaládosokra kifejezetten nagy terhet ró. Ebből is látszik, hogy a kormány családbarát politikája csak megtévesztés. Az árak drasztikus emelkedésének meg is van a hatása. A pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint az utóbbi időkben mintegy 50%-kal esett vissza a tanfolyamokra jelentkezők száma. Ez is arra utal, hogy az árak elriasztják a fiatalokat a vezetni tanulástól. Nem meglepő, hiszen a KSH legutóbbi felmérése szerinti havi átlag nettó kereset sem fedezné a vezetői engedély megszerzésének árát. Ehhez még hozzátartozik az az idézőjeles gyakorlat, mely alapján csak akkor megy át a tanuló a forgalmi vizsgán, ha zsebbe fizet a vizsgabiztosnak, különben megbukik és még több pénzt fizethet az amúgy is irreálisan magas költségeken felül. Ennek a szokásnak az etikátlanságáról és kivizsgálásának szükségességéről a Mi Hazánk ifjai már többször felhívta a figyelmet. A Mi Hazánk és a Mi Hazánk ifjai határozott célja, hogy a kormány tegye ingyenessé jogosítványszerzést a 20 év alatti legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára sikeres első vizsga esetén.